18. fejezet A főboszorkány rózdás vasfogai megvillantak a napon, és vaskörmei is felcsillantak. Védekezve emelte fel a kezét, de már késő volt. Mannon lesújtott a szélhasítóval, akkora erővel, hogy egy férfi is kettészelt volna vele. Nagyanyja azonban villámgyorsan gyorsan hátraugrott, a kard így végig a felső testén. A ruhájába és a bőrébe hasított, de csak felszíni vágást ejtett a málkasán. Kék vér fröccsent, de Mannon következő csapását a fődbuszorkány kivédte vaskörmeivel. Olyan kemény volt a vasa, hogy a szélhasító lepattant róla. Mannon nem látta, hogy a tizenhármak engedelmeskedtek-e, az viszont ordított, artikulálatlanul üvöltött, azt kiabálta, hogy ne! Kiáltásai egyre távolodtak, visszhangszerűvé váltak, mintha elvonszolták volna. Mannon nem hallotta, hogy valaki közeledne felé, mintha a boszorkányok túlzottan megdöbbentek volna. Jól van. Iskra és Petra kivont karddal vasfogaikat csattogtatva a főboszorkányok és Mannon közé álltak, és a főboszorkányokat arrébb taszigálták. A fegete csőrű főboszorkány boszorkány köre megindult, de egy kéz megállította őket. Vissza, parancsolta Mannon nagyanyja zihálva. Mannon ott körözött körülötte. Nagyanyja felső testén folyt lefelé a kék vér. Ha egy hüvelyknyivel mélyebb a seb, már halott. Halott. Mannon, Mannon nagyanyja kivillantott a rozsdás vasfogait. Ő az enyém. Állával Mannon felé bökött. Az ősi szabályok szerint folytatjuk. Mannonnak összeszorult a gyomra, de visszacsúsztatta kardját a hüvejébe. Egy hirtelen csukló mozdulattal kipattintotta a vak körmeit, egyet csattogtatott a fogsorával, és vasfogai is kipattantak. Lássuk, mennyit érsz, szárnyparancsnok! sziszegte a nagyanyja, és támadott. Mannon soha nem látta a nagyanyját harcolni, soha nem edzettek együtt, lehet, hogy a nagyanyja nem akarta, hogy mások lássák, mennyire ügyes harcos. Mannon egyelőre ki tudott térni a vaskörmök elől, amik azért bele, belekaptak az arcába, a nyakába, a hasába. Kitért, eszébe sem jutott támadni. Kard nélkül jóval nehezebb volt, de csak annyi időt akart nyerni, hogy a tizenhármak levegőbe emelkedhessenek. A nagyanyja a nyaka felé kapott. Mannon a könyökével hárított, és a könyökét keményen a nagyanyjak alkarjába döfte. A boszorkány üvöltött a fájdalomtól, Mannon pedig távolabb lépett, és újra körözni kezdett. Kardal persze könnyebb, fekete csőrű Mannon, nem? Ziháta a nagyanyja, miközben egymást méregették. Körülöttük senki nem mert, még moccanni sem. Mannon nagy megkönnyebbülésére a tizenhármak az utolsó szálig eltűntek. Csak elég ideig kell feltartani a nagyanyját ahhoz, hogy ne adjon parancsot az üldözésükre. Kardal a gyáva emberek fegyverével, mondta a nagyanyja. Foggal, körömmel, ügyesnek kell lenni. Mindketten támadtak. Mannon úgy érezte, mintha a nagyanyja apránként akarná felemészteni az ő erejét, aztán a főboszorkány néhány lépésnyire eltávolodott olyan szánalmas vagy, mint az anyád, fröcsögte a fő boszorkány. Az is lehet, hogy úgy halsz meg, mint ő. Átharapom a torkod. Mannonnak nem volt ideje gondolkodni, hiszen eddig azt mondták neki, hogy az anyja az ő születésekor halt meg, azért, hogy őt megszülje. Éveket áldoztam arra, hogy kineveljen belőled a gyengeségét. Nagyanyja kékvért köpött a kőre. Természet feletti elővel bíró, senkihez nem hasonlítható harcossá tettelek, hogy küzdj a vasfogóakért. Te meg így hálálod meg. Mannon nem hagyta, hogy a vénboszorkány elbátortalanítsa. A torkának ugrott, de csak trükk között és máshol sújtott le. A nagyanyja vállába kapott, mire az fájdalmában, valódi fájdalmában felüvöltött. Vérzubogott a kezére, a körmébe húsakat. Mannon hátra tántorodott, felfordult a gyomra. Látta az ütést, de nem tudta már megállítani. A nagyanyja jobb kezével belehasított a hasába. Bőrruha, vászon és mannon bőre szakadt. Mannon felsikoltott. Forró vér ömlött belőle, a nagyanyja hátra hőkölt. Mannon a hasára szorította a kezét, nyomta vissza a bőrét. A vér kibudjant az ujjai közül, és ráföccent a kövekre. A man magasban egy vívőn üvöltött. Abraxos. A fekete csőrű főboszorkány nevetve verázta le Mannon vérét a körméről. Apró cafatokra tépem a vívőrnödet és a kutyák elé haigálom. Mannon látása a fájdalma ellenére, mintha élesebb lett volna. Kivéve, ha én öllek meg előbb. Nagyanyja nevetve körözött tovább körülötte, figyelte. Megfosztalak szányparancsnoki címettől, megfosztalak trónörökösi rangottól. Egyik lépés a másik után egy viperára emlékeztetett a zsákmánya körül. Ettől a naptól fogva boszorkánygyilkos Mannon a neved, gyilkos Mannon. A szavak kőzáporként hullottak rá. Manon a terasz korlátjának esett, közben folyamatosan szorította a sebet, hogy ne ömöljön a vére. A tömeg vízként vált szét mellettük, csak még egy kis ideig, egy-két percig kell kibírnia. Nagyanyja megállt a nyitott kapura pillantott, mint aki most jön rá, hogy a tizenhármak eltűntek. Mannon ekkor újra támadott, még mielőtt a nagyanyja parancsot adhatott volna a többiek üldözésére. Üres támadás, vágás, kitérés, Örvénylő vas, vér, bőr. Mannon elfordult, de erre a hasána seb kinyílt, megbotlott. A nagyanyja nem hibázott, támadott, de nem foggal vagy körömmel, hanem a lábával. Mannon hasába rúgott. Mannon felsikoltott, abraxos üvöltése volt a válasz, aki fentről nézte a fészekbe zárva. Amarosan meghal, ahogy Mannon is. Arra gondolt, bár csak a tizenhárma eszébe jutna, hogy levegyék róla a láncot, hadd csatlakozzon hozzájuk. Mannon a terasz kőkorlátjának zuhant és elesett. A fekete kövön próbált kúszni, a kék vér szivárgott belőle, ráfolyt a combjára. Nagyanyja lassan zihálva közeledett. Mannon megragadta a korlátot, és utoljára felhúzta magát. Eláruljak egy titkot, te rokongyilkos lehelte a nagyanyja. Manó ráhanyatlott a korlátra, a mélység alatt a végtelen megkönnyebbülést ígért. Vagy a tömlöcbe vinnék, és ereven tenyésztésére használnák, vagy halára kínoznák. Vagy mindkettő. A nagyanyja annyira halkan beszélt, hogy még Manon is alig hallotta a saját cihálásától. Anyád a szülési fájások közepette bevallotta, ki volt az apád. Azt mondta, hogy te fogod megtörni az átkot. Te mentesz meg bennünket. Azt mondta, hogy az apád egy krokan herceg. Ritka az ilyesmi, mert a boszorkányok szinte soha nem hagyják életben a fiú utódokat. Anyád úgy tartotta, a te kevert véred lesz a kulcs. Nagyanyja a szájához emelte a körmeit, és lenyalta Mannon kék vérét. Nem, ez nem lehet, dübörgött egy hang Mannon bensőjében. Egész életedben rokongyilkos voltál, dörmögte a nagyanyja. A krokanokra, a saját rokonaidra vadásztál. Boszorkányi vadék korodban az apád mindent tűvétett érted, hogy megtaláljon. Mindig szerette anyádat, és téged is. Megöltem, hogy ne legyen útban. Mannon a mélybe pillantott, csábította a halál, Élveztem a kétségbeesését, amikor elmondtam neki, mit tettem az anyáddal, és mit csinálok belőled. Nem a béke gyermekét, hanem a háborúét. Csinálok belőled! Csinálok belőled! Mannon a vaskörmével a korlát fekete kövét kaparta. Nagyanyja következő szavai mértékre a végső csapást. Tudod, hogy a krokan kém mit keresett a vasszal a ferien résben? téged. 116 évnyi kutatómunka után végre megtudták, ki a meggyilkolt hercegük elveszett gyermeke. Nagyanyja diadalittas mosolya undorító volt. Mannon próbált erőt sugározni a karjaiba, a lábaiba. Réonnak hívták. Az utolsó Krokan királynő után kapta a nevét, a féltestvéred volt. A kínzás alatt vallotta be, azt hitte, hogy emiatt életben hagyjuk. Amikor látta, mi lett belőled, úgy döntött, hogy inkább a sírba viszi titkát. Fekete csőrű vagyok, Höröktem annom vérrel a torkában. Nagyanyja közelebb lépett, és mosolyogva jelentette ki. Krokan vagy. Az utolsó királyi családból, és a nővéredet saját kezüleg ölted meg. Krokan királynő vagy. Az gyűlt boszorkányok néma csendben álltak. Nagyanyja mannon felé nyújtotta a kezét. És krokan módjára fogsz meghalni, ha befejeztem a mondókámat. Mannon nem hagyta, hogy a nagyanyja a körmével hozzáérjen. Hatalmas robajlás hallatszott a közelben. Mannon minden erejét összeszedve átvettem, tette magát a terasz korlátján, és kiugrott a semmibe. Levegő, sziklák, szél, vér. Mannom meleg bőrnek csapódott, a fájdalomtól felsikoltott és elfeketetült előtte a világ. Valahol fenn a magasban a nagyanyja kiabálva parancsokat osztogatott. Mannom mélyen belefúrta a körmét a meleg bőrbe, mire elégedetlen vonyítás volt a válasz. Felismerte a hangot. Abraxos. Keményen tartotta magát, az állat pedig tűrve a fájdalmat oldalra dőlt, repültek és gyorsan távolodtak Morattól. Manon előbb érezte maga körül a többieket, mint hogy ki tudta volna nyitni a szemét. Edda és Briar kémei fogták közre. Biztosan végig a közelben voltak, az árnyékba rejtőzve vártak vívönjeikkel, ami azt jelenti, hogy a nagyanyja szavait is hallották. A többiek előre repültek, kiabálta túl Edda az idősebb nővér üvöltő szelet. Mi vártunk meg téged? Súlyos a sebed? Semmi az egész, vágta rám annan, és próbált a fájdalom helyett az előtte álló feladatra koncentrálni. Abraxos nyakában ült a nyereg előtt, minden levegővétel kényszenvedés volt, de egyenként kihúzta a körmeit a vívőn bőréből, és a nyereg felé csusszant. Abraxos igyekezett úgy repülni, hogy ne vágjon annyira beléjük a szél. Mannonnak sikerült betalálnia a kengyelbe. Nagyanyja a körmeivel barázdákat vájt a hasába. Mindegyikből folyt a vér. A nyereg is gyorsan csúszós lett tőle. Mögöttük beleremegtek a hegyek az üvöltésekbe. Az üldözőik. Nehogy utolérjék a többieket, nyögte ki Mannon. Briel siklott közelebb, fekete haja lobogott a szélben. Hat sárgalábú van a nyomunkban, iskra boszorkány köréből, iszonyú gyorsak, mindjárt utolérnek minket. Semmi kétség, szabad kezet kaptak a megölésükre. Mannon végigjáratta a tekintetét a hegycsúcsokon és a szakadékokon. Kettőt-kettőt intézetek el, utasította őket. Eddete te nyugat fele csalják kettőt, Briarte pedig kelet felé, a maradék kettő az enyém. Tíz boszorkánynak nyoma sem volt, ők tehát utat nyertek. Jól van, nekik legalább sikerült. Ha végeztetek velük, akkor keressétek meg a többieket, parancsolta mannon, kezét a sebére szorítva. De szárny, parancsnok! A megszólítás hallatán majdnem teljesen elhagyta az ereje. Parancs volt, kiabálta vissza. A kémek bólintottak. Aztán, mintha egy lélek, egy szív vezérelné őket, letértek a megadott irányba, úgy váltak le Mannonról, mint, virág a szélben. Négy sárgalábú levált, hogy elintézzék őket. A maradék kettő gyorsított. Szétváltak, hogy közre fogják Mannont. Mannin, Mannon alig látott. Nem jó jel. Egyáltalán nem jó. Legyen olyan a végső csatánk, amiről majd dalokat zengenek, a Abraxosnak. Az állat válaszul felüvöltött. A sárgalábúak annyira közel siklottak, hogy Mannon már ki tudta venni a fegyvereiket. A jobbról közeledő csata kiáltást hallatott. Mannon a bal sarkát Abraxos oldalába vált, amire az üstökösként a hamuszürke hegycsúcsok felé iramodott, a sárgalábúak utánuk. Mannon a hegyet átszelő kanyon felé akart menni, viszont továbbra is csak villódzó fényeket látott maga előtt, máskor pedig homályba borult előtte minden. Fázni kezdett belül. A kanyon fala hirtelen úgy fogta közre őket, akár egy hatalmas állatpofája. Mannon meghúzta a gyeplőt. Abraxos széttárt szárnyakkal zuhanni kezdett, aztán elkapott egy áramlatot és szédítő sebességgel jutottak át a szakadék közepén. Körülöttük lángyaként törtek a magasba a kőoszlopok. A sárgalábúakat annyira elvakította a saját vérszomjuk, hogy nem vették észre, hogy hova vezetik a behemót vívörnyeiket. Az állatok megérezték a vesztüket, és próbáltak valahogy megfordulni. Az egyiknek nem sikerült, neki ment a kőfalnak. Törtek a csontok, zubogott a vér. Mannon hátra lesett, mire éles fájdalom nyilalt a testébe. A másik viszont oldalra tudott dőlni, és úgy közeledett, szárnyai szinte súrolták a kanyon széleit. – Gyerünk, Abraxos! – zihált a mannon véres fogai között. Kicsi, harcos szívű állata minden erejét megfeszítve repült. Mannon erősen tartotta magát a nyerekben, a karját a sebére szorította, hogy ne ömöljön a vére, és ne törjön rá újra a halálos hidegrázás. Elégszer megsérült már ahhoz, hogy tudja, a nagyanyja mély, súlyos sebet ejtett rajta. A kanyon jobbra kanyarodott, de Abraxos mesterien vette be a kanyart. Mannon alig várta a robajt és a fajnak csapoltó üvöltő vívönt, de hiába. Mannon úgy ismerte ezeket a halálosan veszélyes kanyarokat, mint a tenyerét. Végtelen sokszor végigrepült itt az elmúlt hónapok őrjáratai során. Gyakran csak szórakozásból repült erre felé, mert elege lett az erőt szürkeségéből. A sárgalábúak viszont a feri jöttek moradba. Ők nem jártak még a környező hegyekben. Menj el a végéig, Abraxos! súgta az állatnak. A vévőn válaszképpen felbődült. Az utolsó csatája. Nyugodtan fog meghalni, mert tudja, hogy a tizenhármak kicsusszantak üldözőik markából legalábbis már a egérutat nyertek. Egymás után vették be a kanyarokat, Abraxos a farkát neki csapta a köveknek, hogy a lehulló törmelék feltartóztassa sárgalábú őrszemet. A sárgalábú kitért a kődarabok elé, elől, vívőrnye fellecikázott. Egyre csökkent kettejük közt a távolság. Mannom megrántotta a gyeplőt, mire Abraxos lassított. Mannon már alig látott, villót előtte a fekete kövek, a sárgalábú már elég közel jutott ahhoz, hogy ráhajtsa a tőrét. Mannon hátra pillantott, és bár alig látott, még épp észrevette, hogy az az őrszem mire készül. A kanyon félhomályában nem egy, hanem két tör csillogott. Mannon már várta, hogy a húsába, a csontjába fúródnak a fegyverek. Abraxos befordult az utolsó kanyarba, az őrszem ekkor hajította el a fegyvereit. Néhány lábnyira mannonék előtt egy fekete fal emelkedett. Abraxos viszont az utolsó pillanatban felemelkedett, elkapta a felszálló áramlatot és kirepült a kanyomból, annyira közel a falhoz, hogy mannon vá válla a falat súrolta. A két tőr a sziklának csapódott és a mélybe zuhant. Egy pillanat múlva ugyanezt történt a sárgalábúval és behemót vívőrnyével is. A sziklafal megrázkódott, a vívörnés és lovasa pedig nekiütközött és a mélybe zuhant. Mannon zihálva a vértől hörögve megpaskolta a braxos oldalát. Jó voltál, nyögte ki. Érezte, hogy rohamosan gyengül. Maguk mögött hagyták a hegyeket. tölgyvel terült el előttük. Fák. Itt elrejtőzhetne. Tölgy! nyugdícselt rekedten. Nem mondta ki a parancsot, mert a sötétség bekúszott a tudatába és teljesen elnyelte.